A The Division-t jegyző Ubisoft Massive végre megmutatta sok éve készülő Star Wars játékát, az Outlaws-t, ami valamikor 2024-ben örvendezteti majd meg a franchise rajongóit az első igazán nyílt világú csillagok háborúja játékkal. Nézzük is hát, hogy mi mindent érdemes tudni a roppant izgalmasnak ígérkező Star Wars Outlaws-ról. Az Outlaws egy nyílt világú történetközpontú egyszemélyes akciókalandjáték, amiben a pimasz és merész zsiványhölgy a fiatal Kévesz dolgos mindennapjaiba tekinthetünk be. A sztori valahol a birodalom visszavág és a Jedi visszatér között játszódik, mi pedig buzgó igyekezettel lopunk és sáfárkodunk megszerzett zsákmányainkkal a galaxis eldugott zugaiban, ahogy az egy rátermett csempésztől elvárható. Azonban Kay ambíciói ennél jóval messzebb mutatnak, így vállal el egy rizikós melót, ami mint sejthető csúnyán félre sikerül, hősünk pedig Piti bajkeverőből egyhamar a birodalom fejvadászával listájának első számú célpontjává válik. Innen nincs más kiút, mint együtt dolgozni a leghírhettebb bűnbandákkal a jó pénz reményében, hogy kivitelezhessünk egy olyan rajtaütést, amihez foghatót a galaxis még nem látott. A történet során találkozunk a kánon számos ismerős és több új karakterével is, miközben kisjószágunk és barátunk Nix oldalán járjuk be a hatalmas nyílt világot. Egyedi bolygók és színes biomok várják, hogy felfedezzük őket, legyen az a szavanna-szerű Yoshana, a bázisként is funkcionáló szélfutta hold, a Tushara, vagy éppen Akiva forró dzsungelvidéke. Szerte a planétákon nyüzsgő városok követelik, hogy bejárjuk őket, miközben a birodalom hosszú árnyéka egyre fölöttünk kísért. Rohamosztagosok járőröznek a nyílt utcákon, rendre a veszélyes alsóvárosok zegzugos sikátoraiba kergetve minket, fifikás kufárok és morcsempészek fizetnek nekünk sötét ügyleteikért, mi pedig kedvünkre bóklászunk, amerre csak kedvünk és kalandunk visz minket. Lüktető, élő, nyüzsgő utcákból és széles, szabadon bejárható nyílt terekből építkezik ez a meglepően változatos játszótér. A számtalan feladat és küldetés megoldásának mikéntjét teljesen ránk bízzák a készítők, legyen az bár piti tolvajlás vagy egy ravasz rajtaütés. Ha úgy tetszik, megpróbálhatjuk behazudni magunkat egy-egy komplexumba, de abban sem akadályoz meg senki, hogy izzó lézerkarabéllyal égessünk magunknak véres ösvényt, esetleg némán osonjunk végig a folyosókon, lopva szedegetve ki az őrszemeket. Kis barátunk Nix a sokfülű szőrgombóc aktív részese egy-egy akciónknak, így fegyvert lophat nekünk, gombokat nyomhat meg, vagy elterelheti az őrök figyelmét, de hegyes kis fogait is munkára foghatja, hogy minél nagyobb felfordulást teremtsen, így nyerve számunkra időt. Ha mégis kenyértörésre kerül a sor, akkor két több funkciós lézerpisztolyával osztja az ellent, ha pedig mégis menekülnünk kellene, úgy felpattanhatunk fürge robogónkra, hogy annak hátán suhanva szeljük keresztül a tájat. A motocross versenyek inspirálta szágoldozás kifejezetten élvezetesnek ígérkezik, hiszen hősnünk nem csak gyorsan közlekedhet lebegő gépével, de ugrathat vagy akár merész kunsztokat is bemutathat rajta, ami csak tovább fokozza a járműves üldözések és harcok élvezeti értékét. Döntéseink nagyban befolyásolják az események menetét. Például a helyi kisváros Jauntas Hope kantinjában nem lefizetni a korrupt birodalmi ügynököt egyhamar komoly bajba sodorhat minket, ahogyan azt a gameplay videóban is láthattuk. A felcsendülő riadó vad menekülésre készteti Kate, aki meg sem áll saját űrhajójáig, a későbbiekben kedvünkre fazonigazható Trailblazerig, ahol másik társunk, a szemérmetlenül vagány küllemű droid, ND5 kimért nyugalommal várja, hogy elrepítsen minket. Itt jött az első meghökkenés, amikor a műszerfal mögé pattanva a hősnőnk töltés nélkül emelkedett ki a bolygó légköréből az űrbe, hogy veszett harcba bonyolodjon a riadóra érkező tájvadászokkal. Ez a megdöbbentő skála, vagyis a kantin kopott bőrléséről a bolygó felszínén motorunkon átszáguldva, végül az űrbe emelkedni mindenféle töltőképernyő nélkül adja meg az immerzió és a szabadság igazi lényegét, remélhetően ettől válik majd az Outlaws a nyílt világú játékok új sarokkövévé. Persze az űr nem csak üres zóna, amin keresztül vágunk, hiszen a mese szépen kidolgozott látványos galaxis számtalan rejtett titok, felvehető küldetés, bújtatott űrbázis és űrhajós lövöldözés otthona, ahol majdnem annyi időt töltünk majd, mint a bolygók felszínén. A számos alvilági alak és bűnszervezet küldetései után futkosva szabadon járhatjuk be a galaxis külső peremének zegzugait, egyre alvilági reputációnkon és persze általános hírnevünkön dolgozva. A birodalom egyik legkeresettebb bűnözőjeként ez a legkevesebb, amit megtehetünk. Egy fordulatos egyedi űrkaland, számtalan tágas, felderíthető bolygó, és persze maga a széles űr várja, hogy bejárjuk azt úgy, ahogy kedvünk tartja. Cave ezt egyébként Humberly González színésznő kelti életre, aki olyan filmekből lehet ismerős, mint a Senki, vagy éppen az Álomország. A készítők szerint Humberly szertelen játéka és egyedi humora nagyon sokat adott Cave végső karakteréhez, aki számtalanszor alkalmi improvizációkkal dobta fel a forgatást, így gazdagítva az új karakter jellemét. Hogy végül sikerül-e felnőnie a The Division játékokat is jegyző Ubisoft Massive-nek ezekhez az ambíciózus tervekhez, azt még korai lenne megmondani, de a látványos és kifejezetten mutatós demonstráció és a bátor ígéretek jócskán felcsigázták kíváncsiságunkat. Reméljük, hogy egy eddig soha nem látott szabadságú kalandban lesz részünk, ahol a játék történelemben először tényleg a Star Wars univerzum szabad zsiványai lehetünk.
nektek hogy tetszik a Star Wars Outlaws? Írjátok meg nekünk a kommentek között. Legközelebb újra találkozunk, sziasztok!